Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekesebbnél érdekesebb témákat gyűjtöttem össze. A párkapcsolati technikák kerülnek középpontba azon az előadás sorozaton, melyet a Szent István Művelődési Házban tartanak április 19-től. Csiki Anna kineziológus, házassági tanácsadó, párkapcsolati tréner, a hasznos egyedüllétről, a hatékony párválasztásról, a hiteles párkapcsolatról és a hasznos újrakezdésről beszél az érdeklődőknek. Csiki Anna az a fajta ember, aki mindig minden körülmények között segít másokon. A szívből jövő tanácsok helyett azonban 6 éve kézzelfogható tudással teszi sikeresebbé és boldogabbá a hozzáfordulók életét. Csiki Anna kineziológusként, párkapcsolati trénerként és házassági tanácsadóként áll a gyerekek, a tínik és a felnőttek szolgálatában. Mindig éreztem magamon, hogy van egy ilyen affinitásom, hogy megkeresnek az emberek, tanácsot kérnek tőlem. Aztán egyszer eljött az ideje annak, amikor úgy éreztem, hogy ehhez tudás is kell. Nem tanácsot szeretnék adni, hanem olyan tudást átadni az embereknek, amivel tudják vinni az életüket. Mindig is vonzott a tanácsadásnak a témája. Valahogy rám talált a kineziológia, hiszen én is egyszer felkerestem egy kineziológust, és nagyon nagy eredményeket értem el ezáltal a saját életembe, és ezért kezdtem el ezt tanulni, és így segíteni tovább az embereknek. Párkapcsolati tanácsadó, házassági tanácsadó, tréner. Ez tulajdonképpen ez a téma akkor talált meg, amikor egyénileg foglalkoztam kineziológiával, kliensekkel, és egyre inkább az a téma került előtérben, hogy az embereknek párkapcsolati tanácsokra van szüksége, a házasságukban vannak elakadások, párkeresésbe. Egy olyan világban élünk, ahol már nincsenek azok a megszokott jelrendszerek, amivel tudnak menni éppen egy párkeresésben, vagy nincsenek azok a minták, amiket tudnának követni a házasságukban. És ez a téma is úgy gondolom, hogy megtalált engem, és ebben tovább képeztem magam, hogy szakértelemmel tudjak utána segíteni. Elsősorban megtalálnak engem az iskolás gyerekekkel, amikor tanulási problémáik vannak, erre vannak nagyon jó módszerei a kineziológiának. Aztán a későbbi életkorban éppen egy olyan élethelyzetben, amikor még kiskamasz a gyermek, és nem tudja igazából, hogyan oldjon meg olyan már kicsit felnőttes dolgokat, amire megint csak nincsenek eszközeik, akkor megkeresnek a kamaszodó vagy kamasz gyerekekkel. Az életproblémákat tekintve nagyon sokféle. Életvitel, hogyan vigye tovább az életét, hogyha érzelmileg megakad valahol. Párkapcsolattal kapcsolatos nehézségek ügyében jönnek hozzám. Nagyon érdekes, hogy egyre inkább bátrabbak a férfiak is, hogy megkeressenek olyan érzelmi elakadásokkal, amiket nem tudnak továbbvinni. Amiben még a kineziológia nagyon jól tud segíteni, azok az öröklött család mintáink, amiben tudatlanul beleszaladunk. Értelemmel felfogja a kliens, hogy mit szeretne csinálni, és mégis érez egy olyan érzelmi elakadást, ami megakadályozza abban, hogy ezt jól vigye tovább. Ilyenkor eljönnek, hiszen ehhez segítség kell, hogy a múltban, a gyerekkorban elakadt érzelmeket együtt előkutassuk, és megoldásokat keressünk rá. Amikor megkeresett egy olyan fiatal, aki a sikereket nem tudta megélni. Tudta, hogy mit szeretne tanulni, tudta, hogy merre van az útja, tehát egy coaching el tudta volna vinni odáig, hogy megtalálja a megoldást az életére, de érezte azt, hogy amikor meg kell tenni azt a lépést, hogy de beadom a jelentkezésemet, felvételizek arra az egyetemre, tényleg lépek egyet az életbe e felé, a cél felé, ott valami érzelmileg visszahúzta őt. És ekkor találtuk meg azokat a gyerekkorában, azokat az önbizalom hiánnyal kapcsolatos témákat, ami miatt magát ezt a lépést nem tudta megtenni a céljai érdekében. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt a célt, hogy ő mit szeretne az életében. Hogy szeretné magát érezni, hiszen érzelmek útján indulunk el afelé, hogy mi az, amit ő szeretne. Akkor ez megvan, és ezt is nagyon nehéz sokszor megfogalmazni, hogy úgy nem érzem jól magam, úgy nem tudom, hogy mi a baj az életemmel. És akkor ezt meg kell fogalmaztatni vele, hogy szeretné magát érezni. Mindig visszamegyünk egy kicsit a múltba, megnézzük azt, hogy de hol voltak azok a pillanatok, amikor ő tényleg igazából úgy érezte, hogy na most így jól tudom vinni az életemet. És ezen kiindul megtaláljuk azokat az akadályokat is, amik megakadályozzák abban, hogy valóban tudjon előre menni az életébe.
Önbizalom, én azt gondolom, hogy mindenkinek kell, hogy legyen önbizalma olyan. Mikor mondják, hogy nincs önbizalmam, hát olyan nincs, hogy nincs önbizalma. Valahol ez csorbult, valahol sérült. És ezeket megint azt mondom, hogy vissza kell vinni gyerekkorba, és nem tragédiákra kell gondolni, hanem ilyen kis apró dolgokra, hogy ott, amikor én éppen megnyilvánultam, éppen szerepeltem, nem figyeltek rám. Az egy olyan blokkot tud okozni, hogy a későbbiekben, amikor éppen ki kell állni, szerepelni kell, el kell mondani valami egy prezentációt egy munkahelyen, nem is tudja a kliens, hogy éppen gyerekkorában azon az anyáknapi műsoron éppen nem figyeltek, amikor ő verset mondott, és ez egy blokk, ez egy elakadás. Aztán a későbbiekben, ugye, ahogy vettük az életszakaszokat is, gyerekek életében, iskolában érhetik olyan gyerekektől való megjegyzések, az saját külsejével kapcsolatos gondok, ami miatt aztán azt gondolja, hogy elveszítette az önbizalmát. Kamaszkorban nyilván megint sérülékenyek a gyerekek, és az élet minden szakaszában adódhat olyan, amikor nem éli meg önmagát, nem tudja adni önmagát, nem éli meg a sikereket, akkor igazából ez úgy blokkolódik nála, hogy azt gondolja, hogy nincs önbizalma. Tehát ezeken a pontokon szépen vissza lehet menni az életébe, és ki lehet tisztítani ezeket az emlékeket olyan szinten, hogy utána meg tudja oldani az előtte álló feladatokat, kvázi már önbizalommal, tudatos önbizalommal. Csiki Anna előadás sorozata a párkapcsolat témakörét boncolgatja. Az első programon a hasznos egyedüllétről lesz szó, majd a hatékony párválasztás, a hiteles párkapcsolat, végül a hatásos újrakezdés kerül terítékre. A kineziológus nem elmélettel, hanem gyakorlati technikákkal mutatja meg az utat önmagunk jobb megismeréséhez és a minőségi párkapcsolatok megteremtéséhez. Megoldásokat, tehát tárház megoldásokat szeretnék adni ezekben a kérdésekben. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak az életében ezek a szakaszok megvannak, amikre az előadás sorozatot felépítettem, hiszen az egyedüllétől kezdve a párkeresésen keresztül, a párkapcsolatban megélt sikerek és bonyodalmak és nehézségek, akár egy újrakezdés, egy válás utáni újrakezdés, ezt valahol vagy a saját életünkben, vagy a környezetünk életében mindenhol látjuk. Ez mindegyik olyan erős téma, és mindegyik olyan sokrétű téma, hogy ezt egy előadásban úgy gondoltam, hogy nem tudom elmondani, ezért szedtem így részekre, hogy össze is lehet fűzni, de ha valakit csak egy-egy téma érdekel, vagy éppen jelenleg életében érint, akkor azt is tudja hasznosítani. Ki éppen egyedül van, és nem érti, hogy miért van egyedül, de szeretne társat találni, hogy az első előadásomnak ez lesz a témája, hogy miért van az, de adok megoldást is, hogy hogyan tudod jól hasznosítani ezt az időt, hogy tudom magad felkészíteni arra az állapotra, amikor már párt keresel, mik ennek az akadályai, hol kereshetők a múltban, milyen családi mintákat követünk, amiért nehéz például kapcsolatban élni. A párkapcsolat következő lépése ugye a párkeresés. Most nincsenek olyan konkrét sémák, amiket lehetne követni, hogy csináljuk ezt, hol ismerkedjünk, miképp ismerkedjünk. Vannak-e olyan jelei egy párkeresésnek, hogy visszakapom azt a jelzést, hogy na igen, most éppen léphetek, vagy nem léphetek. Ebben nagyon-nagyon nagy bizonytalanság van, és nem csak a kamaszkorú, vagy éppen első párjukat keresők körében, hanem már a felnőttek körében is. Ha valaki ezekkel a kérdésekkel küzd, akkor nyilván ott a helye. Amikor már házasságban, párkapcsolatban él valaki, akkor nyilván ott a mai élet, rohanó élet olyan kevés lehetőséget ad arra, hogy hogyan figyeljünk egymásra, hogyan vegyem észre a társamnak a szükségleteit. Hol van az a pont, amikor még be lehet szépen nyúlni a folyamatokba, és meg lehet javítani, vissza lehet hozni egy házasságot arról a szintről, hogy mondjuk csak az egyetlen megoldás legyen, hogy válás. Amikor az a megoldás, hogy válás, akkor viszont van egy újrakezdés, hogy kezdjem újra, sokan félnek, már gyerekek vannak mögöttünk, hogy induljak újra neki, milyen nehézségei vannak ennek, hiszen ez egy másfajta párkeresés és társkeresés. Félnek attól, hogy megint ugyanazokat a hibákat követem el, ugyanazokba a csapdákba beleesek. Egyáltalán az is kérdés, hogy szerethető vagyok én, jól tudom-e csinálni legközelebb a párkapcsolatomat. Ugye ez megint egy olyan téma, amire akit ez érint, érdemes eljönnie, akit pedig abszolút a párkapcsolat, mint olyan maga érdekel, azt szeretettel várom mind a négy előadásra. Számomra a sikerélmény, amikor látom, hogy valaki csak egy lépést van beljebb az életébe, valamit felismert a saját életében, az, hogy meg tudja ő oldani. Nem az a cél, hogy mindig én fogjam a kezét, és hogy folyamatosan én adjak tanácsokat, és mindig megkeresem. Nekem az a sikerélmény, hogyha valakinél egyszer kiürül a téma, kérdezem, hoztál-e még valamit, megoldjunk-e még valamit, és azt látom, hogy most már jól viszi az életét, most már sikeres, szeretek így visszatérni,
visszatérni kis időtávlatából, hogy halad a kliensem. Ez a sikerélmény, amikor látom, hogy rájött arra, hogy mik az erősségei. Rájött arra, hogy segítség, támogatás, tanácsadás nélkül ő nagyon jól tudja vinni a saját életét. Én mindenkiben hiszek, hiszen a megoldás mindenkiben ott van, hogy hogyan lehet ezt jól vinni, és amikor ezt látom megvalósulni, ez egy óriási siker. A 4 előadásból álló sorozat első állomása április 19-én 18 órakor lesz a Szent László teremben. Tíz iskola 77 programmal készült itt Székesfehérváron a szakmák éjszakáján. A programsorozat legfőbb célja a szakképzés népszerűsítése volt. Az intézmények a lehető legszélesebb körben szinte minden szakmára kiterjedően mutatkoztak be. A pályaválasztó fiataloknak és szüleiknek. Mi ezek közül két érdekes helyszínre látogattunk el. A szakmák éjszakájának egyik leglátványosabb programja a palacsinta flambírozás zajlik éppen itt a Deák Ferenc szakközépiskolában, ami elsőre egy kicsit veszélyesnek tűnhet, ám a profi szakoktatók segítségével könnyen elsajátítható a technika. Farkas Attilát kérdezem most a témában. Pontosan mi a menete a palacsinta flambírozásnak? Mitől jobb ez, mint a hagyományos palacsinta? Jó estét kívánok! Az első körben tűzfolyó nevű élőmunkát mutatják be itt a fiatalok. Első lépésként fajat olvasztanak, majd ebbe barna cukrot tesznek, amit karamellizálnak, majd ezt a karamellizált barna cukrot, a képen már azt látjuk, felöntötték gyümölcslével, a legjobbak a citrusfélék, a narancslé, illetve a citromlé, ezt követően beleteszik a palacsintát, a palacsintát egy különleges íz kap, a karamellnak is megkapja azt az igazi égetett cukor ízét, illetve a gyümölcs leveknek is átveszi ezt a citrusos ízét és illatát. Ezt követően bármilyen gyümölcsel ízesíthetjük ezeket a palacsintákat. A lényege, hogy a palacsinta teljes mértékben elázzon ebben a karamelles ízű gyümölcsös lében. Ezt követően pedig alkoholt melegítünk, és azért hívják tűzfolyónak ezt a élő munkát, mert végigöntjük ezt a hevített alkoholt az összes palacsintán, és egy tűzfolyót láthatunk tulajdonképpen a diákok munkájaként. És milyen egyéb programokkal várják még a diákokat itt a Deák Ferenc iskolában? Hamburgert készíthetnek, saját kézzel hamburgert készíthetnek, van olyan, hogy Nemzetek palacsintája, ahol a legnépszerűbb az amerikai palacsinta, a gófri, illetve marcipán figurákból ügyeskedhetnek a gyerekek, marcipánból készíthetnek figurákat, valamint a kereskedőknél pénztárgépes játékokat játszhatnak, és betekintésre nyernek a csomagolás rejtelmeibe, nagyon szép csomagolással készíthetnek, csomagolhatnak be különféle tárgyakat. Mindjárt láthatjuk magát a flambírozást is. A szakmák éjszakájába bekapcsolódott a székesfehérvári Vörös Martin Mihály szakgimnázium és szakközépiskola. Itt nagyon-nagyon érdekes és izgalmas dolgokkal találkozhat az, aki ide látogatta az éjszaka vagy az este folyamán. Mellettem áll Horváth Gábor, aki a faipari munkaközösségnek a vezetője. Jó napot kívánom! Kívánok, és kérdezném is, hogy mi az, amivel várják itt most a mai éjszaka folyamán az érdeklődőket, miket találhatnak itt? Igen, a szakmát bemutatni elsősorban nem annyira az komplett összetett szerkezeteken keresztül gondoltuk, hanem elsősorban kisebb fatárgyakon, fajátékokon keresztül szerettük volna ezt megtenni, és ilyen részből kitaláltunk olyan megoldásokat, hogy apró fa részekből, úgymond, tehát részfákból hangkeltő eszközöket készítünk, egy régi gyermekjáték mintájára például egy ilyen egészen izgalmas zúgó hangot kiadó játékkal, illetve vannak olyan megoldások is, amikor például egy hagyományos ausztrál népi hangkeltő eszközt próbáltunk megformázni, szintén apró részfákból, tehát kisebb fadarabokból. Különlegessége az, hogy azt szeretnénk megmutatni ezen keresztül, hogy egy fa
textúrája, anyaga, hogy viselkedik, és ez közvetlenül ezzel hogyan lehet kapcsolatba kerülni, akár egy faragáson, akár egy felületkezelésen keresztül. Mit látunk itt közben, így két kézbe kell ezek szerint fogni, egy bármilyen madzaggal lehet ezek szerint? Bármilyen madzaggal, maga a hangkeltő eszköz az formáját tekintve összetett, és egy egyszerű gomb formájú, gombszerű is lehet, és ezután ezt ennek egy kezdő perdületet adva, felpörgetve a mikrofonhoz. El lehet vele szórakozni. Egy kicsit mégis az ember saját maga hozza létre. Mind az eszközt, mind pedig a hangot, illetve hát az effektet. Ez nem is tűnt annyira veszélyesnek. Van itt egy picivel nagyobb eszköz, amit nem mutatott. Ez hogyan működik? Igen. Erre gondolt, ugye? Igen. Megmutatom ezt a hangszert is. Amit egyébként tudhatunk róla, én utána jártam ennek, ez az ausztrál őslakosok körében egy szellemidéző hangszer volt annak idején. Ezt a következőt éppen előfordítjuk, majd kellő helyet biztosítva. Az Arany János iskola tanulói egy közösségi kertben kamatoztatták azt, amit az iskolapadban már megtanultak. Kapáltak, ültettek és közben játszva tanultak. Hogy néz ki egy közösségi kert? Melyek az évelők és milyen zöldségeket lehet egymás mellé ültetni? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az Arany János iskola diákjai. Csik Laura 2 éve jár az intézménybe, mint mondja, hogyha felnő virágkötő lesz. Jelenleg virágkötészetet tanulok, de előtte egy másik iskolában kertészetet. Igazából a természet szépsége véget tanulom ezeket a szakmákat. Nagyon érdekel a kertészet külön. Otthon is van kertünk, és nagyon sokat szoktunk kreatívoskodni. A közösségi kertről most hallottam először, de nagyon tetszik, hogy több ember, esetleg barátok, ismerősökkel is össze lehet így fogni. Készítettetek már együtt egy ilyen kertet? Még nem, de az iskolában tervezzük, aminek nagyon-nagyon örülünk. Mit gondolsz, mi kerülhet majd egy ilyen virágágyásba szerinted, a te elképzelésed szerint? Elsősorban szép virágokat raknék, és zöldségeket, gyümölcsöket, fűszernövényeket is. A programra az Arany János iskolások látogattak el. Az iskolánk területén egy közösségi kertet fogunk megvalósítani, és azért jöttünk ebbe a közösségi kertbe, hogy lássuk, hogy hogyan is épül ez fel, milyen összetevői vannak, és hogy a gyerekek lássák, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell, hogy kell egy magas ágyásba veteményezni, hogyan kell sorokat kijelölni. Hát minden olyat, ami igazából egy hasznos kertnek a létrehozásához kell. Azt fogják itt megtanulni, és ezt tudjuk majd kamatoztatni az iskolánkban is. Tudják már egyébként? Elméletben tanulták már, és csak a gyakorlatba ültetik át, vagy minden új lesz számukra? Elméletben már tudják, sőt, makett formájában is megterveztük már a közösségi kertünket, megterveztük, hogy miket ültetünk oda. Mind a 3 szakmánknak ez nagyon hasznos lesz a virágkötőknek is, a kerti munkásoknak is, és a konyhaisoknak is. Úgyhogy mindenki profitálni fog a közösségi kertnek a terményeiből. A tanórán megszerzett tapasztalatokat hasznosítva alakították ki a diákok számára a közösségi kertet. A tanórán kívüli foglalkozásra egy workshop keretében került sor a Palota városi közösségi kertben. Az AgriGo for Cities nemzetközi projektnek egy magyarországi rendezvénye tulajdonképpen. Mi vagyunk a Közép-Dunántúl Regionális Innovációs Ügynökség, ebben a projektben a magyar partnerek, és a célunk, hogy a városi kertészkedést vizsgáljuk, azt használjuk fel, mint a társadalmi befogadást elősegítő tulajdonképpen tevékenység, egy eszköz, és ez a 3. rendezvényünk itt Székesfehérváron. Az Arany János iskolások, a szakiskola tanulóival közösen hozunk létre egy közösségi kertet számukra, egy közösségi és oktatási kertet, és arra gondoltunk, hogy az első 2 inkább tantermi találkozó után
kihozzuk őket kicsit a természetbe, itt a gyakorlatban megismerkednek a kertészkedéssel, megmutatják nekik tulajdonképpen, hogy miről is van szó, milyen növényeket lehet itt termeszteni, tényleg, hogy egy kicsit mielőtt elkezdjük a kert megépítését, kialakítását, a gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek. A diákokat Juhász László környezetvédelmi tanácsnok köszöntötte. Az Arany János iskola udvarán fog épülni egy közösségkert, és ennek a feladatához az előkészítéshez egy workshop sorozat volt, ennek az utolsó fejezeténél vagyunk ma, és itt a Palotaváros szélén a közösségkertet, ami már évek óta működik, ezt tekintik majd ma meg a gyerekek, és így a gyakorlatban is láthatják azt, hogy mit fognak majd ők is egyszer csinálni azokkal a kis közösségi kert részletekkel, amiket az iskola udvarán fogunk megtenni. Nagyon fontos ez, hogy a gyerekek már egészen fiatal korban ezt a környezettudatos nevelést magukba szívják, úgyhogy örülök ennek a kezdeményezésnek, és nagyon örülök, hogy a gyerekek most élőben is láthatják ezt, hogy működik. A programban a kertész, a virágkötő és a konyhai kisegítő tanulók a gyakorlatban is megismerkedhettek a tanórán tanult kertészkedési módszerekkel, a zöldségek és gyümölcsök termesztésével. A heti fitben felhúzzuk a nyúlcipőt, bizony a futásnak is megvannak az alapvető szabályai, technikái. A következő percekben erről lesz szó. Azt mondják, hogy a futás és a testépítés nem éppen a legjobb barátok. Egyes edzők kifejezetten tiltják is a futástól a sportolni vágyókat, mert ez a mozgásforma nem csak a zsírt, hanem az izmokat is elégeti. Mások viszont támogatják, ha a súlyzós gyakorlatok mellett, olykor a futópadon vagy a szabadban is futunk még. Azt gondolom, hogyha valaki mondjuk versenysportoló, és ez a konditeremben járóknak maximum az 1%-a, de most nagyon sokat mondtam, ezt szerintem fél sem. Őket érintően azt gondolom, hogy igazát az, hogy úristen elfutja az izmát, és lehet, hogy neki esetleg az utolsó időszakban nem jó, hogyha fut a verseny felkészülés során. De ahogy pedig a futás az egyik legegyszerűbb, legtökéletesebb mozgás lehet, ha jól csináljuk, és éppen azért is vagyunk most itt, hogy Janota Zoli segítségét kérem abban, hogy ha már futunk, akkor ugye ne roncsoljuk magunkat. Aki még nem futott soha egyetlen méter sem, csak emelgeti a súlyokat, akkor a heti 3 perc erős séta, gyaloglás és a könnyű kocogás váltogatásával nagyon biztos és hatékony eredményt tud elérni. Nyilván ezt meg kell, hogy előzze egy olyan állapot felmérés, hogy az izületei, keringése, a szíve rendben van-e, nincs-e rejtett szívhibája. Ez mostanában eléggé felkapott téma, és abszolút fontos a megkezdéshez, hiszen hogyha a motorral baj van, akkor bármit is csinálunk, az csak árthat nekünk. Futni gyakorlatilag bármiben lehet, kezdetben ez az egyik legkevesebb befektetést igénylő sportág. Ha 30 percet kimegyünk kocogni, akkor még bakancsba is mehetnénk, de azért ez nem így van. 2018-at írunk, úgyhogy ennél ez egy kicsit komolyabban kell ezt gondolni. A legfontosabb, hogy a láb tartásunk, a lábfejünk, a lábboltozatnak a tartásához mérten kell választanunk cipőt is, és nem kell csillagászati összeget kifizetni érte, csak a befelé dőlő, kifele dőlő, a neutrális lábtartás nagyon fontos figyelni, hiszen hogyha ott lenn, amivel érintkezünk a talajjal, az nincsen rendben, akkor mindenre hatással lesz, hogyha ezt rosszul választjuk meg. És egyébként a funkcionális öltözet, tehát a nedvszívó, könnyen légáteresztő és a nedvességet elszívó öltözék az, ami a komfortérzetünket emeli, és nem mindegy, hogy hogyan fejezünk be egy edzést, mert lehet, hogy most ilyen idő van, de 10 perc múlva lehet, hogy meleg lesz, akkor egészen más a hőérzet is, és a komfort, ahogyan befejezzük az edzést, az az emlék marad meg jobban, és hogyha ha leizadunk magunkról mindent, és kellemetlenséget okoz, akkor lehet, hogy elveszi a kedvünket a következő futóedzéstől is. Valaki az egyik márkára, valaki a másikra esküszik, de ez nagyon egyénfüggő. Mindenképpen a boltban meg kell próbálni, hogy méretre megfelelő-e.
kicsit ugrálni, kicsit futni benne. Van olyan lehetőség is, hogy futópadon kimérik az ember lábát, hogy melyik cipő alkalmasabb. Sebességtől is függ, talajtól is függ, hiszen a bregyóban is más futni, mint a bregyó mögött az erdei talajon. Országúton is egészen más. Azt gondolom, hogy a rezgés csillapítás és a stabilitásnak kell szerepelnie az első helyen. Minden sport, a futás is jót tesz az egészségünknek, karbantartja a fizikumot és segít a stressz feldolgozásában is. Talán a legfontosabb, hogy a keringésünket nagyon effektíven, nagyon sokoldalúan terheli, az mellett a gyorsaságunk, a reakciókészségünk, az ingerelhetőségünk nagyon jó terhelést kap. És a másik, ami manapság kevés ismert, vagy talán most kezdik felkapni, hogy a negatív stresszt azt nagyon jól el lehet dolgozni, mert az egyik legfontosabb, hogy a hosszú élet titka, azok nem a tablettákban rejlik, és nem az új autókban, hanem az olyan fizikai munkában, ami ciklikus és közepes intenzitású, és erre a futás tökéletesen megfelel. Akár benn a Cutlerben, a futópadon, akár kint a bregyóban, vagy terepen. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!